Konkrétan googolok most, nem ülök semmin. Bárhogy állnék, vagy bárhogy ülnék, egyszerűen a fél fejem úgyis kint van belőle, szóval... Sziasztok, itt vagyunk 2017 legelső videójában a csatornámon, és legelőször boldog új évet szeretnék kívánni számotokra, és úgy gondoltam, hogy a 2017-et egy kis kérdezfelelek videóval fogom kezdeni, mivel hogy a legutolsó kérdezfelelek videó óta már körülbelül dupla annyian vagytok a csatornán, vagy még többen, szóval úgy gondoltam, hogy egy-két kérdést összegyűjtök, és azokat most meg fogom válaszolni nektek. Ugye, akik már eddig belájkolták a Facebookos oldalamat, azok értesítést kaphattak, hogy én kitettem egy posztot, ami alá ugye kérdezhettetek. Szóval, ha még esetleg nem lájkoltad be, akkor ott van a leírásnak a legelső sorába, direkt a legelsőben raktam, hogy ne kelljen annyit keresgéljetek. Menjetek és lájkoljátok be, és például, ha most már be lett volna eddig lájkolva, akkor benne lehettetek volna a videóban. Így most csak azok vannak benne a videóban, akik feltettek kérdést. Látjátok? Megéri lájkolni. Mit gondolsz Ilonka néniről? Hát azon kívül, hogy szerintem egy nagyon cuki és egy nagyon aranyos öreg néni, szerintem azt sem tudja, hogy mi történik körülötte. Szerintem nincs ő azzal tisztában, hogy több tízezeren megnézik a videóit, majdnem százezeren fel vannak rá iratkozva. Szerintem ő ezekkel a dolgokkal nincsen tisztában. Az unokája gondol szerintem egyet, hogy milyen jó lenne, hogyha nagyit felvennék videóra, YouTube-on úgy sincs még ilyen, és hát ja, berobbant. Hajrá, Ilonka néni! Hello, mi motivált a videózáshoz? Hát szerintem úgy, mint szinte minden videós, engem is más videós motivált. Egyszerűen megtetszett ennek az egésznek a világa, és úgy gondoltam, hogy miért ne kezdeném én is el. És hát, ja, eléggé megtetszett ez az egész. Viszont mi van azokkal a videósokkal, akik legelőször kezdtek el videózni? Ők vajon kiről motiválódtak? Kit nézel? Hát én úgy rendszeresen nem nézek most embereket, szóval én elég sok emberre fel vagyok iratkozva, és akiknek megjelennek a videója kezdőlapon, azokat meg is nézem, szóval így most pontosan nincsenek nekem embereim, akit szoktam nézni, elég sok emberre fel vagyok iratkozva. Ja, és miért nem i5-6500-at vettél? Azért inkább a 6400-as választottam, és nem pedig a 6500-ast, mivel hogy akkor, amikor rendeltem azt a 6400-as i5-ös procit, akkor nem volt még pluszban 10.000 forintom, mert körülbelül 10.000 forintot kellett még kellett volna, ami pluszba fizessek, viszont hát abban a pillanatban nem volt, és szerintem ez a kis i5-ös is, ez a kis 6400-as is jól fogja végezni a dolgát, hát eddig semmi panaszom nincs rá. Hello Zoli, milyen terveid vannak a videózással kapcsolatosan a 2017-es évre? Buék! Boldog új évet neked is, Máté, és hát amit most az utóbbi időkben elkezdtem, azt szeretném tartani most a 2017-es évben is, viszont hát egy kicsit jobb minőségben, mert ugye fognak jönni majd új alkatrészek, és hát remélhetőleg kicsit szebb minőséget fogok nektek majd produkálni, úgy élőadások, mint sima gameplay videók terén, és hát ja, tartani legalább ezt a szintet, amit már most az utóbbi időkben elkezdtem. Hello Zoli, a 2017-es évben tervezel új játékokat hozni a csatornára? Igen, mindenképp tervezek új játékokkal játszani, tervezek GTA 5-tel játszani, tervezek Rocket League-gel, tervezek Rust-tal, H1Z1-gel. Hát tulajdonképpen ezek azok a játékok, amik úgy elnyerték a tetszésemet, úgyhogy nem nagyon játszottam még velük, GTA-val meg Rocket League-en mondjuk már játszottam, a többivel annyira nem, viszont még annyira nem is vagyok benne a játékok világába, mert nem is kezdtem el nagyon gondolkozni ezeken, mivel egyelőre a videókártyám nem engedi meg, hogy játszak ezekkel, pláne, hogy még felvétel is megy közbe, szóval még az is eszi a gépet, majd amint meg lesz a videókártya, elkezdek ezeken gondolkozni. Tervezel gépet fejleszteni? Igen, amit már az előbb is ugye említettem, tervezek egy videókártyát fejleszteni, egy GTX 1050 Ti 4 GB-os verziót tervezek a gépembe beletenni, valamint még egy SSD-t szeretnék, hogy a sebességet azért egy kicsit fokozzam, mert sose állt a sebesség. Ha van újévi fogadalmad, akkor mi az? Nekem nincsen úgy konkrétan újévi fogadalmam, mint sok embernek, hogy majd le fogok fogyni, meg majd ezt betartom, meg majd azt fogom megcsinálni. Én ugye minden évben azt kívánom, hogy jobban teljen, mint az előző év, és akkor minden jó lesz. Nektek mikor kezdődik a suli? Buék! Hát ugye most téli szünet van, január 1-e van, és január 9-én kezdődik a suli. Milyen programot használsz videóvágáshoz? És csinálsz a használatáról tutoriált? Buék! Vegas 14-et használok, ugye átértem Sony Vegas 12-ről Vegas 14-re, mivel hogy én úgy gondolom, hogy a legjobb, a legújabb termékeket használni,
és szerintem felesleges tutorial videókat készítenem belőlük, mivel hogy rengeteg van magyar nyelven is a YouTube-on, szóval hogyha te azokból nem tudsz valamit kezdeni, akkor szerintem sehonnan nem tudsz. Ja, és neked is boldog új évet, kedves Zsolt! Szia! Ha egy nagyobb videós a csatornáját neked ajánlaná, például a The VR, de csak akkor, hogyha nekiadnád a gépedet, akkor elfogadnád az ajánlatot? Hú, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és elég sokat el is gondolkoztam rajta. Viszont tegyük fel, a VR-osok tényleg ideadják nekem a csatornát, én pedig odaadom nekik a gépet. Ugye azok az emberek, akik szeretik a VR-osokat, egyik pillanatról a másikra észreveszik, hogy hú, hirtelen más ember tölti fel a videókat, szerintem kialakulna egy nagy utálkozás, és utána szépen elmenne az összes feliratkozó, szóval a végén nem jönnék ki jól belőle, plusz még a gépemet is elveszíteném, szóval inkább maradnék ezen az állásponton. Itt van nekem már több mint 10 000 ember, és azok tényleg miattam iratkoztak fel, szóval szívesebben csinálom így a videókat. Takakamot a kedvemért. Basszus! Szülei támogatnak a videózásban. Hát ez most attól függ, hogy pénz terén, vagy tanácsokadása terén, vagy hogy esetleg elismerik-e, amit csinálok, vagy nem. Részben azért tisztában vannak azzal, hogy én mit csinálok, mert ugye próbáltam nekik elmagyarázni, és részben el is ismerik, amit csinálok, részben pedig nem. Sokszor nem ismerik el azért, mert hát ugye az élőzéseimmel eléggé hangos szoktam lenni, és sokszor szoktam őket zavarni. Viszont azon kívül semmi problémájuk nincsen vele, szóval szerintem, hogyha bármiféle támogatásra lenne szükségem, és szépen elmagyaráznám nekik, hogy az pontosan mire kell, és hogy én mit fogok azzal érni, akkor szerintem elgondolkoznának rajta. Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy egyes magyarországi honfitársaink erdélyeket cigány-románnak neveznek? Hát szerintem ahhoz, hogy meg tudj különböztetni egy cigányt és egy fehérbőrű magyar embert, úgymond gágyót, ahhoz kell egy alapműveltségi szint, mivel akik azt gondolják a romániaiakról, hogy azok mind cigányok, annak valahol itt bent van a baj. Szoktál Magyarországra látogatni? Igen, szoktam néha kimenni Magyarországra, többnyire a családommal, voltam már ugye osztállyal is, hát nyaranta? Van ilyen szó? Nyáronként. Ja, nyáronként szoktam kimenni ugye a családdal Budapestre, és szerintem idén is, hát igen, már bátran mondhatom, hogy idén, 2017 nyarán is szerintem ki fogunk menni a családdal Budapestre. Azon kívül voltam már a Balatonon, voltam fürdőn is ugye magyarban, meg hát számos egyéb helyen is voltam már, szóval ja, néha ki szoktunk látogatni magyarba. Kapok egy debet? Debet? Én azt sem tudom, hogy mi az a... Hát körülbelül ennyi lettek volna srácok a kérdések, nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik feltettek valamilyen kérdést, és hát azok, akik nem kerültek be, az azért van, mert vagy hülye kérdés volt, vagy már ugye valaki más feltette, és ugye azon kívül, hogy ez a legelső videó 2017-ben a csatornámon, azon kívül ez a legelső videó, amióta megvan a 10 000 feliratkozó, mert ugye képzeljétek el, a tegnapi nap folyamán, december 31-én összegyűlt a 10 000 feliratkozó, ami mondjuk elég érdekes, mert ugye pont december 31-én ugye az év legutolsó napján összegyűlt a 10 000 feliratkozó, igen, szép kis ajándék így év végére, amit ugye nektek köszönök szépen, hát ki másnak mondjuk. Szóval köszi szépen, hogy megnéztétek srácok ezt a videót, és amíg szeretnétek esetleg ilyen kérdezfelelek videókat, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot, valamint egy feliratkozással is jelezhetitek, hogy tetszett ez a kis cucc. Na sziasztok!